Szép estét mindenkinek, ez itt a Presszó, az Alföld Televízió közéleti vitaműsora. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, és üdvözlöm a vendégeimet is, Csiki Andrást, az Erdélyt járók Egyesületének elnökét, illetve Mikos Vagyi Pétert, a Campus HRT vezetőjét. Sziasztok, jó estét! No. Harmadik hete tart a megfázásom, és az is, hogy a menekült ügyről kell így beszélgetnünk. Nem azért van, mert nincs más téma országban, világban, azonban kénytelenek vagyunk beszélni róla, hiszen folyamatosan új fejlemények vannak most már tényleg nem is tudom, hogy lehet megnevezni a problémát, illegális bevándorlás, népvándorlás, migrációs roham, menekült áradat. Minden esetre ugyanarról van szó. Az új fejlemények között tartalmazható, vagy felfedezhető az is, bocsánat, hogy a szomszédországokkal valahogy a viszonyunk némileg megváltozott. Nem tudom, hogy milyen irányban, de egyértelműnek tűnik abban a szempontból, hogy kicsi feszült lett. Ha belegondunk, akkor a horvátokkal, a szervekkel, illetve romániával is összetűződőre kerültünk abban a tárgykörben, hogy hogyan kéne kezelni ezt a problémát. Ők azt mondják, hogy rosszul kezeljük, például a hétfőn a román miniszter konkrétan azt mondta, hogy Európa szégyene Magyarország, illetve a magyar kormány a tettei miatt míg mások, mondjuk nyugatabbra, már például a Jóországban egészen pozitívan értékelik, értékelik, a magyar cselekvéseket. Ti hogyan ítéltetek meg, mit csinált jól a magyar kormány, esetleg mit csinált rosszul, illetve milyen a szerintetek a magyar nép többségének hozzáállása ez a problematikához? Én ezen általában nagyon-nagyon jól szórakozok, amikor, amikor, látom azt, hogy a horvát belügyminiszter azon csámcsog, azt trúja föl a magyarnak, vagy a, a magyar, a a románnak, vagy a osztrák a horvátnak, vagy a szlovénnak, amit előtte két nap alatt pontosan ugyanúgy elkövetett. Tehát, hogy ez a, ez a most mindenki bemutathatja, hogy bár EU ide-oda, de azért mi uh, legyünk horvátok, legyünk magyarok, legyünk románok, legyünk szlovének, mi önálló, szuverén állam, állam vagyunk, mi kezeljük a problémát, és, és uh, a helyzet magasatán állunk. Na most uh, ez nyilván, mivel itt uh, két-három nap alatt mindenhol megfordul a dolog, mert először mindenki a jófej, európai módon gondolkodó, intelligens ember, és utána szembe jön egyszer csak naponta tízzer menekült bevándorló, nehéz eldönteni, akkor egy mindenki elgondolja, hogy na akkor most mi is történt. Igen, csak azért kérdeztem, mert speciálisan egyelőre mi csináltuk azt, már Magyarország, hogy ugye kvázi drótakadályt képeztünk a határon, kvázi kerítést építettünk a határon, tehát olyan cselekedetet hajtottunk végre, amit a többi ország eddig lehet, hogy csak azért nem, mert nem volt rá szüksége, de nem tett meg. Tehát önmagában ezek a, ezek a lépések azért pró vagy kontra mindenki véleményeket hívtak elő Európából. Tehát ilyen módon azért Magyarország mégiscsak valami egyéni utat jár, vagy nem jól látom? Visszatérve a szomszédi, abszolút jól látod, visszatérve a szomszédi viszonyok alakulására, én azt gondolom, hogy az amúgy is kiélezett mondjuk magyar-román kapcsolatokat, magyar-horvát kapcsolatokat tovább mélyíti egy ilyen válság, ami nyilván egész Európát érinti, és nem lehet egyedileg megoldani. Én inkább arra helyezném a hangsúlyt itt, hogy, hogy ezt a szituációt viszont nagyon sokan kihasználják politikai, gazdasági érdekből, és az én szememben ezek, ezek milyen elítélendő cselekvések, biztos millió egy dolgot fel tudnánk itt sorolni, hogy ki milyen célra használja ki ezt a, ezt a válságot. A másik pedig az a, az a diskúzus, ami abszolút a, 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 humanizmus és a kereszténység oldaláról próbálja meg megközelíteni. Azt gondolom, hogy nagyon messze van ettől a, ettől a Témától. Itt sokkal mélyebb és sokkal radikálisabb, sokkal globálisabb problémákról van szó. Itt uh, itt nemzetközi érdekek, multinacionális érdekek, arab uh, vallási uh, háborúk, uh, és uh, ról van szó, és akkor ez még mindig az előszere az egésznek. Tehát itt, itt számolni kell azzal, hogy bizony ez egy nagyon hosszan tartó folyamat. Tehát az, amit, amit mondasz, hogy, hogy itt egymásnak esnek, a, a, szomszédok, ez azt gondolom, hogy ez a régi beidegződésnek egy, egy következménye. Itt, itt nyilvánvaló, hogy előbb-utóbb az elcsendesülést tovább fogják gondolni, hiszen ez a folyamat, ez itt nem fog két-három hónapon belül megszakadni. Gondoljunk arra, hogy hogy rendben van, nagyon nehéz elkülöníteni a gazdasági menekülteket, nehéz a háború elől menekülteket, nehéz megkülönböztetni, hogy kinek van tényleg az élete veszélyve. Na de azzal is számolni kell, hogy hogy néhány évtizeden belül bizony ö, klíma bevándorlásról is szót kell majd ejtenünk. Tehát olyan területekről érkeznek majd emberek, ahol ad abszolút nem lesz édesvíz. Akkor ott van a Fekete Afrika, ugye, amit most felszoktak hozni. Tehát rövid távon kiélezi az amúgy sem jó szomszédi e, iszonyt, de, de egyértelmű, hogy európai válaszokat kell erre adni. Ugye az európai válasz az lenne, vagy talán a logikus, értelmesnek tűnő válasz az lenne, ugye ezt elmondta minden ország, minden felelős politikusa, hogy a problémát ott kell megszüntetni, ahonnan számozik nagyon jó vélemény, elért lehet vele érteni. A kérdés az merülhet föl esetleg a híradót néző emberekben, hogy akkor még nem tesznek semmit ennek érdekében. Hát nyilván nehéz felvállalni, hogy, hogy egy iraki katonát lefejeznek, az nem rigat meg igazániból senkit, maximum elborzadunk, de hogyha egy, egy, német szép fiút, vagy egy angol szép fiút fejeznének le, az már fájna sok mindenkinek, és politikailag számunk érnék a saját kormányunkon, hogy miért küldjük oda szegényeket. A kerítésre visszatérve, Ugye egy rendezvényeket szervezek, ahol általában el van kerítve a terület, és nyilván engem is borzasztóan szívből érintenek a síró gyermekek és a szerencsétlen családok látványa, de mégiscsak nem, nem tudom nem összehasonlítani, hogy egy rendezvényen ö, aki bent van, az ö, belépőt vett. Azért van kerítés, hogy aki nem vett belépőt, az ne jöjjön be. Ha én beengednék mindenkit, aki nem vett belépőt, akkor nem lenne annak helye, aki belépőt vett. Egy darabig, mondjuk a Campus Festival esetében, mi szoktunk beengedni egyébként szociális alapon bizonyos egyesületeket, nagycsaládosokat, árva gyermeket, de hogyha csak ilyeneket engednénk be, egy idő után akkor mi megszűnnénk létezni. És nem tudok nem így tekinteni erre a kérdése sem. Tehát lehet itt persze humánusnak lenni, sőt kell is, de én szerintem egy... Egyetemű dátumot kellene Európának üzenni, hogy kérem szépen elmegy a tél, március 1, köszönjük szépen, meg kell állni. És onnantól kezdve nincs más megoldás, csak a fizikai akadály. Én is valamiféle drasztikus megoldást tartok helyesnek. Másrészt az egész államiság létét megkérdőjelezi az, hogyha egy állam nem tudja megvédeni a határait, én azt gondolom. És már pedig hiába Európai Unióról és nemzetek fölöttiségről beszélünk, azért a nemzetállamok még mindig Európa alapját képezik. Másrésztről valahogy felszínre jött itt az Európai Uniónak a két arcúsága is. És akkor egy kicsit az én térfelemen is pattogtatom a labdát, hogyha te a, a, a saját fesztiváloddal kapcsolatba ö, hoztál fel példát. Szóval a, az Európai Unió folyamatosan propagálja, hogy az őshonos nemzeti kisebbségekkel kapcsolatos jogi szabályozás belpolitikai ö, szintéren kell megoldani. Tehát amíg az erdélyi magyarságnak az elemi jogait negligálják Romániába, szimbólumhasználat, nyelvhasználat, használat, iskola, stb. stb., és azt mondja az Unió, hogy kérem, ez nem az én feladatom, ezt oldják meg ők. Addig itt egy rendben van, hogy méretekben jóval globálisabb problémáról van szó, de itt azt mondja, hogy hát az Unió ugye a befogadásról és a sokszínűségről szól akkor gyertek és próbáljuk meg megoldani kvóta rendszerrel ezt a bevándorlás politikát. Csak hogy az Európai Uniónak a bevándorlás politikája és a, a migráns ügy kezelése az nem ekkora nép ö, tömegre született. Szóval hiába hoznak egy 160 ezeres kvóta itt nem 160 ezer emberről lesz szó. És ezt a fajta puha jogi szabályozást, nagyon jól kihasználja ez a, ez a menekült áradat, tökéletesen kihasználja. Tudják azt, hogyha őket lefújják sprével röszkén, akkor az bizony ilyen vagy olyan, ezt ez tudjuk, hogy szándékolt vagy vagy éppen véletlen dolgok folytán, az bizony végigjárja, végig söpör a, a világ összes fontos médiumába, és, és, látni fogják, hogy igen, itt így bánnak az emberekkel, emberi jogok, stb. stb. Borzalmasan vissza lehet ez, élni ezzel a szituációval. Igen, és én nekem az is eszembe jutott már sokszor a, itt a utóbbi hónapokban, hetekben, hogy mintha ez a, ez a valóban óriási problematika, ez úgy elnyomja minden más, nem tudom mennyire érzitek. ja persze, most meg lehet csinálni minden országban minden minden mögött. Tehát valami fantasztikus, hogy egyszerűen, tehát ha, ha már itt tartottunk, hogy a médiumok, ugye a hírcsatornák is szinte csak ezzel foglalkoznak Magyarországon, a legnagyobb újságok is szinte csak ezzel foglalkoznak, hogy komoly társadalmi ügyek vannak, komoly társadalmi problémák vannak, mondjuk akár mondjuk a erdélyi magyarság problémája, például egy, amit te is említettél, de hát Magyarországon belül is. És én úgy látom, hogy gyakorlatilag minden elsikkad, minden erről szól, nyilván az embereket ez érdekli, tehát mindenkinek foglalkoznia kell vele, nekünk is foglalkoznia kell a problémával, hiszen nem kicsi, de hát akkor, akkor azt látom, hogy akkor most ez hónapokig, évekig meg fog határozni mondjuk egy-egy országnak, Mindaddig... akár román a román Igen. kormánynak a tevékenységét. Megfogja. Megfogja. Mindenki meg fogja határozni, ami politikailag hasznos egy adott kormánynak, bebizonyítani, hogy én itt kemény vagyok. És az a, az a szörny, hogy nem, nem csak a kormánynak, és nem csak politikai tőkét lehet ebből kovácsolni, hanem nézzük az embercsempészet. Komoly gazdasági potenciált látnak ezeknek a szerencsétleneknek a, 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 a sorsából. Aztán a, a másik, most hallottam, ugye a Szegedi Bírósága. A abszolút hatáskörrel bíró, ugye a, a migránsok által beadott menekültügyi kérelmekkel kapcsolatban, ott rengeteg kirendelt ügyvéd van, a tolmácsok baromi jól élnek ebből a dologból. 15 ezer forint egy órára egy arab tolmásnak a, a munkadíja. Van, aki ennek rendkívül módon örül, örül a média, örül a, 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 a szenzáció haj, hajhász média, aki, aki ezzel tere tudja kürtölni a világot, és megvan a, az anyag ö, minden napra, Gyakorlatilag automatikusan. Attól függ egyébként még befejezve ezt a gondolat, a dolog szerintem, hogy hogy meddig fog a, a napi belépőszám emelkedni. Tehát nyilván, hogyha a napi belépőszám nem emelkedik, akkor a utóbb kevésbé lesz az érdekes, de nem mondom mindaddig, minden országnak szerintem elő kockázatmentes ezzel a szavazókat. Ö, igen, csak a belépő tenni. számra annyi, hogy ugye figyeltem ilyen, ilyen dokumentumfilmeket, vagy ilyen ö, helyszíni riport és tudósításokat, akik mondjuk újságírók együtt utaztak a, a menekültekkel mondjuk működik. Ugye ott nagyon sok esetben arról volt szó, hogy előre küldték a férfiakat, ugye látjuk, hogy 80%-ban fiatal férfiakról van szó, akik majd egy családegyesítés szeretnének a hátrahagyott családdal, mondjuk Törökországból majd ö, behozni és ugye, Nemzetközi jogi ö, egyezmények vannak erre vonatkozólag, is, hogy bizony a családegyesítést azt az pártolnunk kell. Tehát itt, itt a nemzetközi jogi szabályokat és az uniós menekültügyi szabályokat elképesztő jó, meg lehet lovagolni. Egy másik, hogy egy picit a szakmámhoz ö, visszanyúljak, ilyen, ilyen uniós szabályokat már meglovagoltak, tehát amikor azt mondták, hogy hogy fordított táfázás, stb. stb. a közösségi elszámolási szabályok, erre állt rá a maffia. És akkor elkezdte az uniós adójogszabályokat kiátszani. És azt mondta, hogy most nem a prostitúció és nem a kábítósz az egyik legjobban fizető biznisz, hanem bizony az adópolitikának a kihasználása. Tehát volt már erre példa. Na most uh, speciálisan, hogy a beszélgetünk, ugye van egy olyan effektus ebbe az egész ügybe, hogy akár a országokat tekintve is, vagy város sokat tekintve, vagy város tekintve, hogy ugye ehhez az egész menekültállalathoz mindenki úgy áll hozzá elsőre, hogy ö, vagy a többség úgy, áll hozzá elsőre, hogy ö, azért nagyon szociális érzékenysége, befogadóként ö, inkább aggodalommal, mint elnézéssel, és ez mindaddig tart, amíg nem találkozik a problémával test közelbe. Ugye ez megtörtént Szlovéniában, Horvátországban, de egyik megtörtént például Budapesten is, még a kelet is napok előtt. Vagy Debrecenben vagy, két éven keresztül. És Debrec, Igen, és erre akartam kitérni, hogy Ugye gyakorlatilag mi kezdtük, tehát mégis a Debecem -e televízióba, olyan szépen mi kezdtük, hogy talán mi szembesültünk Magyarországon leghamarabb ezzel a problémával. Ugye évek óta beszélünk a Sámsomi úti állapotokról, a belvárosi állapotokról, a menekültábor kapcsán. Ilyen szempontból úttörői voltunk egyébként a, a, a védekez, vagy a be kell, kell, csukni a tábort effektusnak. És ami az érdekes az egészben, hogy, hogy most ugye per pillanat a webszerint tábor majdnem, hogy üres tehát áttevődött a súlypontja, le is pillanatnyilag, először Budapestre, illetve most már Dunántúra ennek a, a, probléma halmaznak. Viszont ha mondjuk a románok úgy döntenek, hogy úgy fognak hozzáállni a kérdéshez, mint ahogy eddig hozzáálltak, akkor egyáltalán kizárt az, hogy bár ugye megvan tervben van véve, hogy a román, magyar-román határon is akadályt képez majd Magyarország valamiért, de hogy egy alternatív útvonalként, mint egy a Romániá felől kaphatjuk újra a menekült ára részét, ami viszont azt jelenti, hogy akkor lehet, hogy nem egy menekültábor kell tebet szembe fenntartani, még egyet kell építeni. Úgyhogy én nem nyugodtam meg, nem tudom, hogy hogy hát ezt. Hát egyáltalán nem nyugodtam meg, mert mert nyilván én uh, megint csak ilyen teljesen ilyen, ilyen kettős érzésekkel vagyok ezzel kapcsolatban is, persze. Nagyon-nagyon embereket egyenként nagyon-nagyon sajnálom. De sajnálom az európai kultúrát is, most, hogyha ilyen nagy szokat használunk, hogyha mondjuk tényleg tételezik fel, hogy 100 millióan kívánnak itt élni, mondjuk 20 év múlva, vagy 30 év múlva, vagy 200 millióan. Tehát gyakorlatilag uh, itt lehet most ezt a, a problémát tologatni, de előbb-utóbb ez mégiscsak tényleg egy ilyen kulturális kérdés, vagy egy, vagy egy, egy világpolitikai kérdés, hogy akarjuk európai emberek, hogy, uh, hogy uh, feladjuk ezt a uh, kultúrát, amit eddig itt építettünk, vagy nem akarjuk. Egyébként sajnos, én pessimista vagyok, tehát azt gondolom, hogy van már annyira multikulturális Európa, hogy ez a folyamat ez szerintem megállíthatatlan. Tetszik, nem tetszik, globálisan megállítatlan. Tehát, hogyha, ha nem akarunk halomra lőni embereket a határon, akkor megállíthatatlan. És semmilyen nem akarunk. Úgyhogy nem tudom, hogy milyen válaszokat... Vagy meg a a <laughs> Kis tudással, hogy szélsőségesek. A, 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 a déli dunokáink azok valószínűleg ezzel a kérdéssel már nem fognak foglalkozni, mert nem fogják érteni. Uh -huh. Tehát, mint ahogy 1500 évvel ezelőtt sem éltek bizonyos népek Magyarországon, most nem menjünk bele, hogy most milyen népek, vagy ezer évvel ezelőtt sem, lehet, hogy ezek a népek sem fognak itt élni ezer év múlva. Sajnos, egészen egyszerűen, ha fizikailag nem szabunk határt, akkor el kell fogadnunk, hogy a kultúrák cserélődni cser, cser, fognak, mint egy. egy egy olyan társadalom vagyunk Európában, akik jólétben létben élünk, még ha nem is hiszük el sokszor. Igen, de bocs, hogy közövágok, pont volt egy szerintem idevágó és fontos mondat Orbán Viktornak hétfőn az országgyűlésben, amikor azt mondta, hogy itt az, az egyik tévedés, hogy szerinte a jólét nem alanyi jog. És rengeteg ide vetődő ember úgy gondolja, hogy igen. Na, Mert ők gondolják sok esetben, hogy őket kizsákmányolta a világ, és most ők csak jönnek elfogyasztani azt, amit elvittek tőlük. Ez Na, is so egy nagyon-nagyon so eset, Sok esetben igazok is, és sajnos az a baj. Abszolút igazad van ezzel a dologgal, hogy valószínűleg ez egy, ez egy kulturális átrendeződésnek az eleje, most kérdés, hogy ebbe, ebbe belenyugszunk e és ezt a pessimizmust ezt mondjuk passzivitással ötvözzük, és azt mondjuk, hogy akkor tessék, mi jön, aminek jönnie kell. Én remélem, hogy azért leszünk annyira észnél, hogy, hogy azért, amiért annyi... és akkor most egy kicsit szentimentalista leszek, szóval amennyi véráldozatot hoztunk azért, hogy most itt Európába legyen egy szép országunk, szóval azt nem, nem így fogjuk földobni, és, és, remélem, hogy a, a többi nyugati Na, nem is. <laughs> én, ország azért azért is. Ország is hasonló. Hogy mondjak, hogy a kedves nézők ne húzzák be a sötét már most. Azért, a menész vagy ország történelmét, azért bizonyos hasonló kísérletek voltak már erre. Hát azért itt volt 500 évig a török, azért a Habsburg háznak a, a befolyása sem volt lebecsülendő egyáltalán a magyar kulturális, politikai és egyéb De más azért ügyetlek. nem ki, mert nem, nem mertünk fegyverhez nulni, mert gyengébbek voltunk. Most pedig csak egészen egyszerűen ha most vagyunk, majd... vagyunk de, de most lelkileg fegyveresen nyilván meg tudná tenni az Európai Unió megvigyáhatárait. Tehát kivonulna 30 tankkal, és alamról ülni szerencsétlen embereket. Itt nem ez a kérdés. Akkor nem volt még média, nem volt még médiával történő befolyásolás, teljesen más volt a helyzet. Tehát most, most gondolj bele csak, eljön a tél, eljön a következő néhány hét, és fogunk látni megrázó felvételeket, erdőbe fagyott gyermekekről. Biztos lehet benne, hogy fogunk, mert most nem látunk, fogunk. És jön a következő ö, csapás majd a, a tranzitországokra hogy ti ezt hagyjátok, hogy ti... És most mit mondjon, most nem Magyarország, akár Románia, akár uh, Horvátország, akár Ausztria, akárki, hogy most mindenkinek fűtött lakást kéne garantálni, vagy csarnokot, vagy ágyat, megfognak az emberek, ezek az emberek megfognak nagy tömeg fagyni, és azok a fotók, amik erről készülni fognak, még újabb be fogják járni a világ sajnos, mint a vízefulladt kisgyerek. És még, még egyszer ö, ö, az, az, fogja, az, az, kövekez, az, azt a következményt fogja magával vonni, hogy még jobban sajnálni fogjuk őket szerencsétleneket, és még inkább be fog őket, és még inkább már nem mondom, mit fogunk arra gondolni, aki esetleg ennek ellen lebeszél. Nem ismerem mondani, és oszló vélem. Igen, ez egy óriási csapda helyzet, és csúnyán belekerültünk egy olyan játékba, amihez ez nem sok közünk van. Szóval Magyarország nem gyalmatosított, Magyarország nem harcolt Észak-Afrikába. Nem állt ilyen vagy olyan ö, vallási ö, csoportok mögé, nem szállított fegyvert, nem vett szét európai, vagy mondjuk azt nyugati individualista szemmel ö, diktatúrak, dikt, diktatórikus ö, rendszereknek mondott ö, rendszereket, nem ölt meg ö, diktátorokat ez mind, mind része ennek a folyamatnak, és akkor mondom, hogy van, van, egy természetes dolog is, tehát az a klímaváltozás, ami, ami így is úgy is egy ilyen bevándorlási hullámot generál egyértelműen. Hát nem lettem sokkal vidámabb, hogy beszélgetek veletek, megmondom őszintén. Nem is lehetünk vidámabbak. De nem is lehetünk, persze. Nem bár... nincs megoldás, csak a tényleg nincs. Én ezt nem hiszem el. Egyelőre nem látszik egyértelmű szerintem megoldás. Szerintem nem azért ülök itt, hogy világozok veletek, egy a egyet értek az áthatok felvázott képpel, de azért, ha nem is sokan, de azért a világ valódi iránytói között vannak nagyon okos emberek. Előbb-utóbb nekik se lesz érdekük az, hogy mondjuk fél Közép-Európa lángokba vagy, vagy lázadásokba euh, álljon, vagy lázadásokba törjön ki, hiszen azért van minden országban egy, egy olyan réteg, egyébként Hollandiában is például, Így. vagy Spanyolországban is például, vagy Franciaországban is például, Német vagy Olaszországban is például, uh -huh. vagy Németországban is például, tehát nem csak Magyarországon akik azért ezt nem fogják ilyen békésen hagyni, mint amiről te beszélsz. Tehát Jaj, éppen persze, nem hát a... megérinteni a, a szerencsétlen megfogyott kis gyerekek. Ha a demokráciák már reméljük, megmaradnak egyébként, a demokráciák, egy demokráciák önmaguktól ki fogják termelni a a most szélsőségesnek tűnő megoldásokat kínáló pártokat. Amúgy tök egyértelmű. Jó, Tehát az a felelősség mondom, hogy a mai utóbb... európai politikusoknak, hogy és ebben lehet bízni egy picit, <laughs> hogy féltik a saját hatalmukat, és ezért inkább létnek majd keményen. Én csak hogy a... valamit csak tennük kell előbb utóbb, mert... Igen, te... igen, abszolút igazad van ebben a dologban, mert neked is. Ugye a helyzet az az, hogy az arab társadalom, vagy az arab kultúrkör, az nagyon nagy hatalma távolságot preferálja. Tehát ott, ott kell egy vezető. Na most, ahogy, ahogy jövünk Európába, és ahogy mondjuk megyünk éjszakra, ott, ott csökken ez a hatalmi távolság. Tehát itt olyan őrületes kultúrás különbségek vannak, amiket nem lehet egyik percen a másikra csak a szélsőségek révén kezelni. Tehát ha az ember kicsit tovább gondol, akkor nagyon érdekes dolgok jutnak eszébe, és ugye a magyar futballszúkolók is egyből azt mondták, hogy akkor várnak arra a parancsra, és ők mennek és megvédik a magyar hatát. Ez is egy, én azt írtam egy egy hozzászólásból egy nemes felajánlás, akárhogy nézzük. Szóval ezt lehet különös nézni, meg lehet egy kicsit távlatokba is, hogy most akkor melyik a helyes megoldás. A passzivitás az a helyes megoldás, hogy hogy bizonyos politikus az étkezőasztalához ültet egy, egy szírcsaládot egy estére, kettőre, és fotózgatja magát, és kóvályog a, 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 határon, vagy pedig az, hogy azt mondjuk, hogy, hogy álljunk már meg, tehát van egy, van egy, magyar állam, annak van egy határa, ha te be akarsz ide jönni, akkor ott van egy, egy határátkelő, ha téged ténylegesen üldöznek az életveszélybe, vagy akkor befogadunk, de amúgy meg... Hát azt mondtam a barátaimnak, akik ezzel nem értettek egyet, próbálj bemenni Szíriába, csak úgy a zöld határon. Szerintem többet nem hallunk rólad. Tehát azért itt a viszonosságot is egy kicsit meg kéne vizsgálni. Ez valószínűleg így van, de én azt javaslom, hogy mi a egyre rosszabb a helyzet, amit, amiről kétel vagyunk beszélni, evezünk némileg békésebb vizekre, mert ugye Debecen nem csak attól lett színesebb, mert itt egy menekültábor is alakult, hanem Debecen élete abból a szempontból is sokkal színesebb lett, hogy, hogy kezd eltűnni az a 70-es, 80-as évekbeli Debecen, amelyet úgy általában még az itt lakók többsége is poros kisvárosként meg úgy is élt a mindennapjait. Persze, nem akarok senkit megbántani, hiszen volt nagyon nagy jazz fesztiválunk, vagy még sok mindent tudnék sorolni. Tehát nem arról van szó, hogy nem történt semmi értékes. De mégis a nagy tömegeket azért igazából nem nagyon tudta megérinteni mondjuk a város rendszeresen, vagy a városnak a kulturális, gasztronómiai és egyéb más élete rendszeresen. Most ebben változás állt be, és úgy tűnik, hogy ez a változás tetszik a debrecenieknek. Mire gondolok? Arra gondolok, hogy már annyi fesztivál meg karneál van hogy követni nem lehet. De miért azt mondaná valaki, hogy ezt példátívan mondom? Nem peratíva mondom, mert mindegyik, mindegyiket megnéztem, és mindegyik nagyon sokat voltak, vagy sokan voltak, tehát magyarul igény van rá, tehát nem lehetünk negatív előjelőek szerintem ezzel a jelenséggel kapcsolatban. Nem okon felsorolni összes karmár meg fesztivált, mindenki tudja, aki ebbe a városba él, hogy mik voltak, mik vannak. Most az előző hétvégén ért véget például az Amat, amely még egy fiatal, a mondjuk fiatalnak mondható öt éves rendezvény, de én magam is kilátogattam, és láttam, hogy ott is rengetegen voltak. Szerintetek mi annak a magyarázata, amiközben minden ember az anyagi gondjairól beszél, minden ember a, arról beszél, hogy semmilyen nincs pénze, hogy arról beszél, hogy jaj, hát nincs itt jó program, meg, meg, így, meg úgy. De mégis időről időre, ahogy kínál valamit a városnak az élete, az úgy tűnik most, hogy a egy része tud élni, és akar is élni, hiszen minden rengetegen vannak, és tényleg akkor felsorol az összes rendezvényt. Szóval mi ennek az oka, mi ennek a kvázi sikernek az oka, hogy Debecen ilyen befogadóan bánik, nem mint a menekültekkel, hanem, hanem másképp bánik ezzel a jelenséggel, tehát majd úgy tetszik neki. Pusztán az, hogy évtizedekig nem bossa, mi most meg már van, szerintem nem ennyi. Peti, te mint szervező, rendezvény szervező Hát nyilván szubjektíven látom valamilyen szinten ezt a dolgot, hiszen mi szervezünk ezt az amad Fesztivál nevezetű rendezvényt is, a kampuszt is. Nem csak arra gondolok, értem, persze, amit mondtam, persze, tehát életem, a sok életem, minden más Értem, hát ö, egy fesztivál szerintem az, az inkább egy életérzés és egy, egy, pozitív életérzés, amit például mi szervezőként, de szerintem ezzel, Debrecenben ezzel foglalkozók is így, így, gondolják, hogy, hogy próbálunk az érzést eladni, eljuttatni a potenciális felhasználóhoz. És, és lehet, hogy, lehet, hogy jó a sikerül ezt kommunikálnunk, meg amikor jönnek a vendégek, akkor nem csalódnak. És ezért tudunk 8. éve kampuszfesztivált építeni, vagy 5. éve fesztivált, mert amikor eljönnek, akkor azt mondják, hogy hát ez egy tényleg jó. És, és hogyha ha minőséget a racionális árakkal párosítjuk, mi ezt próbáljuk ugye. Ö, tényleg sok éve, akkor, akkor az lehet sikeres. Igen, abszolút. nyilván ebben te vagy a, a kompetensebb a dologban. Én ezt úgy látom, hogy ez, ez egy országos trend. Tehát pont, pont a hétvégén láttam már mind ezeknek a gasztronómiai fesztiváloknak, vagy vagy valamilyen tematikus fesztiválnak a felfutása volt a hétvégén a, a, a a köztévén egy bejelentkezés, és a 8 vagy 10 gasztronómiai fesztiválról jelentkeztek be, volt ott Dödöle, Haluska, Lecsó, Kemencés fesztivál, stb. stb. Azt gondolom, hogy hát a magyar ember nyilván nagyon szereti a, a hasát, ez az egyik, ami szerintem nem megkerülhető, egyértelmű, nagyon vonzóak ezek a, ezek a dolgok. A másik, hogy nagyon jól pozícionálhatók ezáltal az egyes települések, ugye mindenki megtalálja a saját autentikus dolgát, páros, de páros, vagy a, a dödöl, azt hiszem, nagy kanizsa, és akkor így tovább. A harmadik, hogy nagyon jól kombinálható különféle populáris, kulturális dolgokkal, és, és ez így együtt egy, egy, egész jó egyvelegi állhat össze. Az, hogy ez most miért, miért pont most az elmúlt néhány évben van ekkora a ezzel kapcsolatban, Hát lehet, hogy arra egy, egy, egy mélyrehatóbb elemzés kell. Az biztos, hogy, és akkor a saját rendezvényemet, rendezvényünket mondom, egy szimplán kulturális fesztivál, ahol mondjuk nincs összekapcsolva ö, gaszonómiával, vagy nem olyan szintű ö, palettájával a, a gaszonómiának, az viszont nem, nem, nem annyira, annyira kelendő, nem annyira népszerű, ahol... Ö, <kül> egy picit magasabbra tesszük a lécet, mint, mint egy, 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 egy most divatos vagy népszerű zenekar meghívása, ott, 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 bajok vannak Debrecenben is. Andris, hát, mindannyian tudjuk, Debrecenbe hogy ha hogyha te sajtónyilvánosságot akarsz, akkor nem állt beleírni a meghívóba, hogy fogadás is lesz, tehát már nem akarom a saját fajtámat különösebben <laughs> <laughs> bántani, de... Nem, maguk. nem, tehát például... De hát enni mindenki szeret, de hogy csak a ne csak a saját... A divat, de ne, a ne csak a saját székelynapunkat emeljem ki, mit tudom én, van egy szuper betlejemes találkozó. Tényleg fantasztikus, hatalmas uh, színvonal, és most kaptak is valami valami díjat magyar, örökség, vagy valami ilyesmi, uh, és ott is elég kevés látogató van, pedig abszolút ingyenes, a többi. Tehát, hogy uh, szerintem ez egy nagyon jó elegye a, 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 az emberek hasa, a, 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 egy városnak, egy településnek a, a saját a, a pozicionálása a gasztronómián keresztül, meg még a populáris kultúra együtt, szerintem egy nagyon jó hívó. Nagyon jó. Egyiket hogy látjátok most, hogy... Nem az fog történni ezzel a dologgal? Nem akarok rémképeket festeni már a témába is, de nem az fog történni ezzel a dologgal, mint emlékeztek, hogy volt a 2000-es évek első, második felében, a 2000-es évek első felében, a, főleg EU-s pénzeknek köszönhetően a nagy építési láz Magyarországon, hogy összes létező településen, ahol tényleg már egy tehén is ritkaság volt, de mindenhol termálfűrő épült. Igaz, hogy annyi pénzük nem volt az embereknek, hogy a befordulók uh -huh. a helyi kocsmába is igyanak egy piros bort, mint tudom én, 150 forintért, vagy 80 forintért, vagy 20 forintért de megépítették a fürdőket, ahol eleinte ott voltak és voltak, aztán szépen nem voltak, és azóta is ilyen félháza, egyháza 10%-on működnek. Ugyanez volt a szálloda építési láz, kicsit ugyanez volt, hogy nagyon sok panzió, rengeteg kis szálloda, kis hotel épült fel Magyarországon, szintén főleg EU-s pénzekből amelyek eleinte talán működésnek tűntek, de hát most is a többségük elég, hogy is a visszafogott üzebe, nyilván az Erzsébet program és egyebek egy kicsit feldobták ezt a dolgot. Szóval nem tartanunk attól esetleg, hogy ez a hatalmas gasztrumiai fesztivál dömping, vagy vihar, vagy cunami, ami lecsapott Magyarországra az elmúlt 5-8 évben, ez esetleg ugyanígy ki fog fulladni? A zenei fesztivál a dömpingi az például annak már a hullámhegyén túl vagyunk, és ez azt jelenti, hogy gyakorlatilag az országban pillanatnyilag 6-8 értékelhető zenei fesztivál van, vagy ott 6 és az, hogy a gaztró rendezvényekkel ezt fogja -e tölteni, vagy sem, az attól függ, hogy a helyi önkormányzatok meri támogatják pénze, mert a zenei fesztiválok általában önálló gazdasági vállalkozások, ezek a helyi fesztiválok, legyen szó, mindenféle lecsó, krumpli, mm -hmm. lángos, nem tudom milyen fesztivál, ezek általában egy-egy kis településnek a, a nagy rendezvényei, vagy a magukhoz képest nagy rendezvényei. De hát ö, az hosszabb távon lehet-e finanszírozni, vagy sem, az tényleg a arra településnek a, a, anyagi lehetőségei múlik. Az biztos, hogy sokkal több van ezekből a rendezvényekből, mert például mi eddig a Nemzeti Kultúrális Raptól minden évben kaptunk támogatást az a MAD Fesztiválra, ö, ebben az évben egy fillért se, de se a Campus Fesztiválra sem. Tehát úgy látszik, hogy hogy sok kis fesztivál elaprózza, és van olyan fesztivál, mondjuk itt kelet Magyarországon, ami egy ingyenes fesztivál, egy kis településen, és közel 20 millió forintos támogatást kapott. Hát biztos jó volt a lobby erejük. Az a kérdés, hogy egy ilyen fesztivál meg tud-e maradni akkor, hogyha nem lesz jó a lobby erejük. És én azt gondolom, hogy azok a fesztiválok, akik az képesek, amelyek ö, állami támogatás nélkül is meg tudnak maradni. Ez nem jelenti azt, hogy állami támogatást nem fogadná bármikor bármilyen fesztivál szívesen, mert mi is elfogadnánk szívesen állami támogatást, üzenem a véletlen minket. <gül> <gül> a mit talán embereknek... műsor fenn van, a, az internetre, <laughs> el így van. Olvasat, így van. De nyilván, nyilván, ha mi mondjuk plusz forrást tudunk behozni, azt nekünk már nem a túlélése kell folytani, hanem a fesztivál építésére. Tehát talán pont ezért lenne szerintem értelme a ezeket a rendezvényeket támogatni, mert már amik már önmagát, önmaguktól is életképesek, mert uh, akkor joggal váratja el a támogató, hogy valami plusz lesz hozzá És nem uh -huh. a adott uh, kis két-három fős uh, szervezőcsapatnak a alapéves bérköltségét kell ebből finanszírozni, meg az irodát, hanem tényleg a, hozzá lehet tenni a színvonalhoz. Világos. Így van. Meg hát az a, a tradíció továbbvitele. Tehát ez a páros fesztivál, ez egyértelmű, de Ebrecseni páros, pont beszélgettük itt, hogy azért sajnos az is tehát a minőséggel sokszor gond van, vagy gond volt, tehát ott is mélyről kellett visszahozni, mint a magyar port, magyar pálinkát, stb. Mekorát nyertél, Csaba. Igen. Egyre ilyesem, vagyok is hogy tehát meg... Ez is a városképnek nagyon fontos. Nagyon fontos tehát a, a, a pu, a is. Bar, ami fontos. A napok valami fontos, amellett, hogy a Virágkanévál mellett legyen, legyenek ilyen gasztrofesztiválok, meg, meg hát a kampusz is gyakorlatilag az ország egyik első zenei fesztivála, fesztiváljává nőtte ki magát, és, és a másik meg, hogy nyilván Debrecenben az egyetemhez is valahogy kapcsolódnunk kell. Tehát azért itt a különféle bázisokat azért jó kell mozgatni, hogy működjön ez a dolog. Igen, Debrecen, hál' Istennek van olyan távolságban földrajzilag más nagyvárosoktól, van annyira kulturálisan igényes, vagy befogadó, meg van olyan nagy létszámú, hogy itt azért van létalapja ezeknek a rendezvényeknek. Tehát én azért gondolom, hogy mi sikeresek vagyunk azon túl, hogy igyekszünk jól végezni ezt a munkát, hogy, hogy itt, itt egy olyan, olyan, együttállás van, mind az egyetem, de a város, mind a régió nagysága is fizikai távolság uh, tekintetében, hogy, hogy tényleg ideálisan lehet dolgozni. Hát ezért a jövő ponton hagyjuk most abba azt a beszélgetést, vagy függesszük fel, mert a műsorjúdő lejárt. Nagyon szépen köszönöm hogy itt voltatok. A nézőknek köszönöm szépen a figyelmet, jövő jövünk újra, viszlát mi minden jó, jó